Önök a Dunaföldvár Televízió május 31-i adását látják. Jó estét kívánok! A mai Földvár Mozaik témái a következők lesznek. Internetes szavazáson ért el országos sikert dr. Stingli Erzsébet, dunaföldvári gyermekorvos. Hát én nagyon meglepődtem, mikor megláttam a nevemet a kábel televízión, meg az interneten, meg a Facebookon, hogy szavazzanak rám, nem tudtam, miről van szó. Na most ennek a menete az, hogy engem ajánlani kellett erre az évpraxis a díjra, és az ajánlók között volt az egyik munkatársam, régi asszisztensnőm, akivel együtt dolgoztam, és ők ajánlottak erre a kitüntetésre. Pszichológiai előadás szólt a gyermekbántalmazásról a szakemberek számára. Ahol rendszeresen bepisil a gyerek, esetleg széklettartási problémáik vannak, illetve minden korcsoportban jellemző az agresszivitás. Tehát majdnem mindig megjelenik egyfajta viselkedészavar, az iskolás korcsoportban viszont inkább a tanulási teljesítményromlás, illetve bizonyos betegségjegyek jelennek meg, amikor a gyerek akár fejfájásra panaszkodik, hasfájásra panaszkodik. Kétféle szakmában is lezajlott a gyakorlati vizsga a szakiskolában. Meglepően jó tapasztalataim vannak az itt lévő tanulókról. A vizsgadarabot jóval, hozzájuk képest jóval átlagon felül teljesítették. Közel jó eredménnyel 3,8-es átlagot produkáltak a mai napon. Egy pertpalasz préselő gépet kellett elkészítenének, ez volt a vizsgadarabjuk. A Múzeumok Világnapján környékbeli várakról tartottak előadást. Tulajdonképpen, ha a várakat vizsgáljuk, akkor az egész középkorról, a középkor történetéről alkothatunk képet. Az előadás is erről fog szólni, azon megyünk végig, hogy hogyan alakultak át a várak a magyar államalapítás korától a török korig, és ezek az átalakulások hogyan tükrözték annak a történelemnek a változását, amit ez az ország közben átélt. A Honvédelmi Minisztérium által szervezett haditorna versenyen vettek részt a földvári gimnazisták. Erőnléti feladatokig gondolok erre ilyenek, hogy honvédelmi totot kell kitölteniük. Az elméleti kérdések, elsősegélynyújtást kell, szituációt kell megoldaniuk, akadálypályán kell futniuk, kézigránátot kell dobni, lövészet van, légpuska lövészet, ezen kívül tájékozódási futás. Országos kitüntetést kapott dr. Stingli Erzsébet, dunaföldvári gyermekorvos. Az év praxisa díjátadás kapcsán a főhőssel, dr. Stingli Erzsébettel, dunaföldvári gyermekorvossal beszélgetünk, mert hogy ő az egyik díjazott. Ennek a díjazásnak mi a menete lépésről lépésre? Hát én nagyon meglepődtem, mikor megláttam a nevemet a kábel televízión, meg az interneten, meg a Facebookon, hogy szavazzanak rám, nem tudtam, miről van szó. Na most ennek a menete az, hogy engem ajánlani kellett erre az évpraxis a díjra, és az ajánlók között volt az egyik munkatársam, régi asszisztensnőm, akivel együtt dolgoztam, és ők ajánlottak erre a kitüntetésre. Na most miután megjelent az ajánlás után, viszont nagyon sok száz ajánlás közül kisorsoltak, tehát ez egy kis szerencse is volt, hogy éppen engem kisorsoltak, és akkor, mikor megjelent, hogy a 10 közé bejutottam, 10 díjazott jelölt közé, akkor lehetett szavazni. És akkor beindult a szavazás, ami körülbelül 2 hétig tartott, de a dunaföldváriak nem igazán tudtak róla, hogy lehet szavazni, majd csak az utolsó napokban így a szavazatok száma kevesebb lett, mint ami lett volna, ha előbb tudnak róla. De így is azért szép helyezést értem el. Mikor tudomást szereztek a dunaföldváriak, meg a régi betegeim, akkor nagyon ment a szavazás, de már az első díjra nem volt elég, de ez nem is volt lényeg, hogy első legyek, mert 10 között bent voltam, és hát középtájon végeztem, hátul az 5., előről a 6. helyen,
Úgyhogy ez is nagyon szép, és nagyon köszönöm, akik szavaztak rám, mert úgy érzem, hogy azért nem felejtettek el, meg bizalom van, és jó véleménnyel voltak rám, mert rólam azért szavaztak rám ilyen sokan. Tehát akkor ez nem egy szigorú értelemben vett szakmai díj, hanem inkább az orvos-beteg kapcsolatáról szól? Igen, ez nem szakmai díj, igen, mert itt vannak, akik sok éves munka után kerültek be, de volt, akinek csak egy jó tette volt a beteggel kapcsolatban, és azt annyira kiemelték, hogy egy egész falu rászavazott, vagy egy egész község az orvosra, és sok éves munká és a szakmai tudása, emberség volt itt a lényeg. Magára a díjátadásra hol került sor, és milyen módon zajlott? Igen, hát ott előtte többször felhívott már a szervező bizottságból a szervező vezetősége, hogy ugye kitüntetés lesz, és az Budapesten az egészségügyi minisztériumban, de most nem egészségügyi miniszter, hanem emberi erőforrásoknak a minisztériuma Budapesten május 5-én került erre a díjátadásra sor. Ott volt a bizottságban sok a főosztályvezető, az ANTS képviselője, a minisztériumnak egy osztályvezetője, gyógyszergyárak képviselői, és néhány professzor, akit már több éve ebben a bizottságban részt vesz, és ők hát ismertették az ajánlásokat, név szerint mindenkit, és utána név szerint volt a díjátadás ebben az előkelő minisztériumban. Ez a díj mit foglal magában, mit kaptak az emberek, a díjazottak? Igen, minden díjazott kapott egy szép oklevelet, egy díszoklevelet. Külön kihangsúlyozta a főosztályvezető úr, hogy nekem ez egy ilyen életmű díj, mert hát ugye azért a hosszú évek munkája, meg kihangsúlyozták még a koromat is, ami hát nem lett volna lényeg, de így tudomást szereztek róla, hogy én hány éve dolgozom, és hány éves vagyok. Tehát életműdíj, egy diploma, azon kívül, ami személyre szólt, 100 000 forint értékű szakmai kongresszusi részvételre az összes hozzájárulás, és akkor a gyógyszergyár, Béres gyógyszertár képviselői pedig 146 000 forint értékben béres terméket ajándékoztak, és hát könyvet, virágot, és egy állófogadás volt a díjátadás után. A doktornő számára mit jelent ez a díj, hogy ezt kapta? Hát én nagyon, nagyon boldog voltam, hogy ezt kaptam, és nagyon, nagyon jól esett, hogy még ilyen szeretettel gondolnak rám, és nem felejtettek el, mert ugye már aktívan nem praktizálok, a ügyeletben veszek részt rendszeresen. Helyettesítek, amikor szükség van rám, azon kívül tanácsadást tartok Dunaru-Szent Miklós is előszálláson, de hát nagyon-nagyon sokan, és gratuláltok még utána is, azóta is, és hát ez nagyon jól esett, mert most már azért lassan, hogy 10 éve adtam a praxist, és hát 3-5 éve már rendszeresen nem dolgozom, de mégis úgy fogadtak, mintha most keltem volna föl a rendelőszékből. És itt a riport előtt beszéltük, hogy már csak 2 esztendőt kell várni a gyémán diplomára. Diplomára, igen. Hát szeretném megérni, meg ha tudok még dolgozni is, de az ügyelet az azért jó, ez nem is ügyelet, csak egy ilyen készenlét, hogy itt mindenféle beteggel találkozok. Fiatallal is, meg idősekkel is, meg mindenféle betegséggel, és úgy szinten tartom magamat. És hát ez a másik, ami jó, és bíznak bennem az emberek, mert elég sokan fölkeresnek, akár személyesen, akár telefonon, mert valószínű, hogy még elfogadják az én javaslataimat, gyógyszereimet, úgyhogy bizalommal jönnek a rendelésre. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében szakemberek számára tartottak előadást a gyermekbántalmazással kapcsolatban.
A Dunaföldvári Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében nagyon érdekes, izgalmas előadásra kerül sor itt a Dunaföldvári Művelődési Otthonban. Az előadó hölgy szakterülete tulajdonképpen a gyermekbántalmazáshoz is kötődik. A hallgatóság nagy része pedagógus, részben szülő, illetve a gyerekekkel foglalkozó személyiség. Nagyon aktuális ez a probléma a napjainkban Magyarországon, aztán szűkebb környezetünkben is. Nagyon-nagyon aktuális, de a legnagyobb probléma az, hogy sajnos elég kevés eset kerül a nyilvánosság elé, tehát a gyermekbántalmazások száma alapvetően sokkal magasabb, mint amennyi a jelzőrendszerhez beérkezik vagy befut. A jelenlegi előadásnak is az lenne a célja tulajdonképpen, hogy ismereteket adjunk át pedagógusoknak, leginkább a bántalmazás felismeréséről, illetve egy kicsit az, hogy milyen lehetőségeik vannak a probléma megoldásával kapcsolatban. Nyilván a gyermekbántalmazás tünetei, amennyiben fiziológiailag nem látszanak, akkor valahol lélekből fakadnak. Milyen jelzések utalnak arra, hogy valahol gond, probléma van? Hogy ismeri fel egy pedagógus, egy óvónő, egy szülő azt, hogy a gyermekét bántalmazzák? Leginkább valamilyen funkcióterületen történik romlás, ez mindig a gyerek életkorának függvényében. Tehát a kisebb gyerekeknél óvodáskorban itt leginkább a szobatisztaság kialakulása lehet az egyik ilyen jelző tényező, ahol rendszeresen bepisil a gyerek, esetleg széklettartási problémáik vannak, illetve minden korcsoportban jellemző az agresszivitás. Tehát majdnem mindig megjelenik egyfajta viselkedészavar, az iskolás korcsoportban viszont inkább a tanulási teljesítményromlás, illetve bizonyos betegségjegyek jelennek meg, amikor a gyerek akár fejfájásra panaszkodik, hasfájásra panaszkodik, viszont a kivizsgálások után ezeknek nincsen szervi háttere. Tehát ebben az esetben biztos, hogy valamilyen pszichés tényező van a háttérben. Gyermekbántalmazás önmaga nem kötődhet konkrét fixálható életkorhoz, hiszen előfordul, hogy akár 20 éves gyermekeket is bántalmaznak. Ez így van, tehát konkrét életkorhoz nem köthető. Statisztikai adatok leginkább 5 éves kor alatti gyerekekkel foglalkoznak, egészen így a 18 éves korig, mivel ugye itt a felnőtté válás határa. Tehát a gyermekbántalmazás tulajdonképpen 18 éves korig vizsgálják, a leggyakoribb egyébként a prepubertás korban, tehát a 10 és 14 éves korosztály körében. A gyermekbántalmazás hírére hallatára a legtermészetesebb reflexió, hogy az ord, alkoholista, agresszív apa jut eszünkbe, de ugyanakkor ritkán, de lehet hallani arról, hogy anyáknál is előfordul ez. Igen, ez természetesen így van, sőt, nem csak a fizikai bántalmazás, a verés, de egyre gyakrabban a szexuális bántalmazás is előtérbe kerül, és sajnos a nők és az anyák is egyre magasabb számban szerepelnek ezen statisztikákban. Ezek mellett viszont egyre inkább növekvő számarányt mutat az érzelmi elhanyagolás, vagy az érzelmi bántalmazás, amelyekre sajnos statisztikák valóban nincsenek, mivel hogy ezek nem igazán mérhetőek. Maga az érzelmi közömbösség is lehet valamiféleképpen bántalmazás? Mindenképpen az érzelmi közömbösség egyfajta elhanyagolásnak tudható be. Tehát a gyermek egészséges fejlődéséhez szükség van a szeretetre, a gondoskodásra, a biztonságot nyújtó környezetre. Tehát ott, ahol a gyerekre nem figyelnek, nem kap megfelelő szeretetet, nincs egy pozitív érzelmi légkör, ott mindenképpen a gyermek fejlődésében károsodás következik be. Nagyon sok intézmény foglalkozik a gyermekekkel, a fiatalkorúakkal, az iskolától kezdve a Vöröskereszten keresztül egészen a gyermekvédelmi szolgálatig. Ezek a csatornák elegendőek ahhoz, hogy valahol visszajelzés érkezzen ilyen problémákról? Azért nagyon nehéz, mert abban az esetben, amikor jelzés érkezik valamilyen intézménynek, abban az esetben a szülő mindig elmarasztalva érzi magát. Ezért nagyon-nagyon ritkán derül ki ez az eset, és többnyire szélsőséges esetekben. Tehát nagy általánosságban azért a probléma rejtve marad. Leginkább az lenne a cél, hogy a szülők önként kérjenek segítséget. Tehát nagyon sok esetben fordul elő, amikor a szülő is tudja, hogy nem megfelelő a nevelés, vagy
vagy a légkör, de egyszerűen nem tud változtatni. Tehát olyan élethelyzetben van, akár függőségekkel küzd, akár anyagi problémákkal küzd, akár a nevelésben valamilyen szinten inkompetens, tehát nincsenek megfelelő nevelési módszerei, stratégiái, akkor a szülő hibázhat. Most nagyon jó esetben a szülő jön és önként segítséget kér. Ebben az esetben természetesen nagyon jól kezelhető, akár a bántalmazás is meg is szűnhet. Abban az esetben, amikor szélsőséges esetben a jelzőrendszer felé jelzés érkezik, a szülő automatikusan védekezni kezd. Most sajnos, hogyha a szülő védekezik, akkor egyre nehezebben megközelíthető, és egyre kevésbé partner ebben a folyamatban. Ilyen szituációban gyermekbántalmazás kapcsán mi az a határeset, ahol már jogi lépésekre, akár rendőrségi beavatkozásra van szükség? Egyértelműen az, amikor bizonyítható. Ami sajnos ugye nagyon-nagyon nehéz, de tényszerű bizonyítékokkal alátámasztható az, hogy a gyermeket bántalmazza a szülő, a család, illetve ez a fajta bántalmazás mindenképpen károsítja a gyermek személyiség fejlődését, akár testi fejlődését, akár lelki fejlődését, de valamilyen szinten a gyermeket károsítja. Önnek nyilván rálátása van az országos statisztikai adatokra, és itt Tolna megyében, Paks, Dunaföldvár környékén az országos átlaghoz viszonyítva ez a téma miképpen realizálódik. Alacsonyabb, magasabb az országos átlaghoz viszonyítva? Szintén megmondom, hogy pontos adatokkal nem rendelkezem. Én azt gondolom, hogy ez így az átlag körül mozoghat. Tehát az ország hátrányosabb helyzeteiben, az alacsonyabb szociokulturális háttérben élőknél kicsit magasabbak ezek az arányok. Most Tolna megye azért az országos átlag körül mozog. Gyakorlati vizsgát tettek a szakiskolások. Az írásbeli vizsgák után a gyakorlati vizsgákra kerül sor itt a szakképzőiskola növendékei számára május vége felé. Hány csoport végzett, hány osztály végzett, illetve milyen szakmákból kell gyakorlati vizsgát tenniük a diákoknak? Az idei tanévben 15 végzős diákunk volt, két szakmát tanultak, mezőgazdasági gazdaasszony és falusi vendéglátó, valamint épület és szerkezet lakatos szakmát. Ebben az évben már komplex vizsgára került sor, amely három részből áll, egy írásbeli, egy gyakorlati és egy szóbeli vizsgából. A diákok év során hogy készültek erre a nagy megmérettetésre? Hát mindig küszködünk ugye a tanulással, az elméleti az nehezebben megy számukra, inkább a gyakorlati feladatok azok, amelyek közelebb állnak a tanulókhoz. A fél év során volt egyfajta felkészítés számukra? Kaptak segítséget a pedagógusoktól, illetve itt a szakmától? Igen, kaptak mindenütt segítséget, mind az elméleti, mind a gyakorlati felkészítésnél. Az elméleti vizsgához a tételeket kidolgozták pedagógus segítségével, amely fönt van az interneten, tehát központilag kiadott tételsorok vannak. Az írásbeli vizsga önálló munkát kíván a tanulótól, attól mindig egy kicsit félünk, mert teljesen egyedül kell megoldani a tanulónak a feladatot, a szóbeli vizsga egy halványabban, talán egy picit könnyebb számukra, és ők inkább úgy érzik, hogy a gyakorlati feladatok azok, amelyek legközelebb állnak hozzájuk. A gyakorlati helyeken mindenütt kapnak segítséget a feladatok megoldásához, előre dolgoznak, iparkodnak, és én azt gondolom, hogy ezek a feladatok egy picit könnyebbek számukra. A végzős diákok számára korábban lehetőség volt az, hogy szeptemberben visszatérve másod szakmát szerezzenek. Most is megvan ez a lehetőség? Elsősorban felnőtt oktatásban lehet második szakmát elsajátítani, az ingyenes az a képzés. A nappali tagozaton csak abban az esetben tudnak, hogyha sajátos nevelési igényűek, illetve hogyha ugyanabban a szakma csoportban szeretnék a tudásukat magasabb szinten elsajátítani. Tehát erre egy példa, hogyha valaki szerkezetlakatos szakmát szerez, és szeretné még elsajátítani a hegesztő szakmát, akkor erre most már az idei tanév, vagy a következő tanévtől nappali tagozaton is lesz lehetősége ismét.
És a végzős diákok számára milyenek az elhelyezkedési lehetőségek az utóbbi évekhez viszonyítva, hiszen nyáron legkésőbb szeptemberben általában munkába állnak, tehát mekkora a százalékarány, akik végeznek, rövidebb, hosszabb távon hogy tudnak munkát szerezni? Két olyan hiány szakmát tanítunk a tanulóknak, az épület és szerkezet, lakatos és a hegesztő szakma, amelyik mindegyik hiány szakma, és ők el tudnak helyezkedni ezekben a szakmákban, hiszen keresettek pont ezért. A falusi vendéglátósok már egy kicsit nehezebben tudnak elhelyezkedni, bár meg kell, hogy mondjam, hogy vendéglátás területén most is nagy az igény a tanulókra, illetve új munkaerőre. Fausz József a vizsgabizottság tagja. Véget értek a gyakorlati vizsgák a fiatalok számára. Milyen tapasztalatokkal zárult ön számára ez a mai nap? Meglepően jó tapasztalataim vannak az itt lévő tanulókról. A vizsgadarabot hozzájuk képest jóval átlagon felül teljesítették. Közel jó eredménnyel 3,8-es átlagot produkáltak a mai napon. Egy PET-palasz préselő gépet kellett elkészítenienek, ez volt a vizsgadarabjuk. Mindegyik működik, gyakorlatilag bárkinek merem ajánlani, föl tudja szerelni a lépcsőházába, a családi házába, a funkcióját teljesíti. Tehát a préselt lendő palaszkot összepréseli, tömöríti, és innentől kezdve pedig a kukába el lehet állítani. Milyen szakmai gyakorlati feladatokból állt ez a vizsga? Miket kellett végrehajtani a diákoknak? Gyakorlatilag a reszeléstől kezdve a fúrástól összetett feladatot kellett elvégezniük. Gyakorlatilag minden munkám a hegesztés, összeállítás, fúrás, menetvágás, összeállítás a munkadaraboknak, hajlítás, gyakorlatilag ami a lakatos iparban használatos, gyakorlatilag minden munkanem előfordult. A fiatalokban azért volt egyfajta vizsga, drukkfeszültség, hiszen nagy volt a tét. Én úgy vettem észre az elején, igen, de ahogy jobban a munkadaromnak a vége felé mentek már lassan, úgy érzem, hogy ez a vizsgadruk, ez már csökkent náluk. Amikor úgy érezték, hogy kész lesz a munkadarab, idő előtt egyébként elvégeztek, 2 óráig kellett volna dolgozzanak, és 12 óra 30-kor készen voltak mind a 9 fő. Ez azt jelenti, hogy azért itt néhány év alatt valamiféle gyakorlati ismeretekre, illetve jelképesen rutinra tettek szert, ha ilyen időben elvégezték a feladatot. Igen, én is úgy látom. Én mondom, meglepően jól teljesítettek. Jóval a határidő előtt befejezték a vizsga darabot, és ez az eredményekben meg is látszik, vagy látszani fog, amikor majd értékelésre kerül a sor. Mezőgazdasági gazdasz, hogy egy falusi vendéglátó vizsga zajlik éppen itt a szakképzős diákok körében. Elnökasszonyt megkérjük, hogy értékelje az eddigi tapasztalatokat. A mai napon a gyakorlati vizsgák kerülnek lebonyolításra. Az első vizsga rész a kertészetben zajlott, ahol a diákoknak magfelismerést kellett tenniük, illetve veteményezniük kellett, illetve palántázni a kihúzott tételek alapján. Most visszajöttünk ide a tanétteremhez. Itt a tanétteremben elkészítik a diákok a 4 fogásos, illetve a 2 fogásos menütő 4 fő részére, megterítik az asztalt és fogadják a vendégeket. Ez gyakorlatilag azt foglalja magába, amit egy falusi vendéglátónak a vendégeinek kell nyújtania. Tehát ez a vizsgarész zajlik itt, az elkészült ételeket a vizsgabizottság tagjai, illetve a meghívott vendégek elfogyasztják, utána pedig természetesen a tankonyhát rendbe rakják maguk után a diákok. Ennek végeztével számot adnak a takarítási ismereteikről. Mennyire készültek fel a vizsgázó diákok? A vizsgázó diákoknak a felkészültsége úgy tűnik, hogy nagyon jónak mondható. Viszonylag kis létszámú az osztály. Ez lehetővé tette, hogy a pedagógusok, illetve a szakoktatók megfelelő módon felkészítsék a diákokat. Tehát egy nagyon alapos és lelkiismeretes pedagógiai munkát tett lehetővé ez a kis létszám, és azt gondolom, hogy így az előzetes tapasztalatok alapján, hogy a vizsga mai napon nagyon rendben fog zajlani. Mik az elhelyezkedés lehetőségei ezeknek a fiataloknak? Ezt tudjuk azt, hogy a idegenforgalom azért húzóágazat a magyar gazdaságban, tehát van igény, van szükség ilyen jellegű képzettségre?
Azt gondolom, hogy van létjogosultsága ennek a képzésnek, bár nem könnyű az elhelyezkedés, hiszen ezek az itt végzett hallgatók tulajdonképpen a saját házunkban tudnak esetleg majd, illetve falusi panziókban vendégeket fogadni. Ennek mindenképpen van létjogosultsága, hiszen tudjuk, hogy a falusi turizmus egyre inkább elterjedt, és szükség van olyan vendéglátókra, akik megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek ezeknek az embereknek a fogadásához. Az Ispánházban ünnepelték a múzeumok világnapját. A múzeumi világnap alkalmából Buzás Gergely régész múzeumi igazgató tart előadást itt a Dunaföldvári diákoknak, melynek témája középkori várak története, részben a dunaföldvári várral kapcsolatos információk is természetesen el fognak hangzani. Igazgató úr, nagyon állás téma, hiszen a diákokat, a tizenéveseket a vár történet, a lovakkor nyilván nagyon érdekli. Mire épül az előadás maga? Valóban a várak megmozgatják mindenkinek a fantáziáját, tulajdonképpen a középkorról általában a várak jutnak az eszünkben, és ennek van némi alapja is, hiszen valóban a vár szinte szimbóluma ennek a hosszú történelmi korszaknak. A vár nagyon sokrétű dolog volt, egyrészt valóban a hatalom jelképe volt, de lakóhelyként, katonai objektumként, sőt egy gazdasági kulturális centrumként is működött. Tulajdonképpen, ha a várakat vizsgáljuk, akkor az egész középkorról, a középkor történetéről alkothatunk képet. Az előadás is erről fog szólni, azon megyünk végig, hogy hogyan alakultak át a várak a magyar államalapítás korától a török korig, és ezek az átalakulások hogyan tükrözték annak a történelemnek a változását, amit ez az ország közben átélt. Magyarország várakban viszonylag gazdag, ez nyilván azt jelenti, hogy anyagforrás van bőven. Valóban, hiszen mint minden más középkori államban Magyarországon is nagyon sok vár épült. Azonban ugye a mi történelmünknek az újkori szakasza az nem volt túlságosan kegyes ezekhez az épületekhez, hiszen a törökkori háborúi, majd az azt követő újjáépítés eltüntette nagy részt ezeknek a váraknak a romjait. Ugye a dunaföldvári várból is már csak egyetlen torony maradt tulajdonképpen ránk, és ezért, hogyha valóságos képet akarunk kialakítani ezekről a középkori várakról, akkor sokszor nem a mai romos állapotukat kell megnéznünk, hanem valahogy ki kell derítenünk, hogy milyenek is voltak ezek eredetileg. Ugye ez egyrészt régészeti módszerekkel lehetséges, de azzal, hogy kiássuk a falakat, igazából még nem tesszük láthatóvá a középkori állapotukat, és ebben nagy segítségünkre vannak azok a virtuális rekonstrukciók, amelyeket ma már számítógéppel segítve tudunk előállítani. Itt az előadáson is számos ilyen képet fogok bemutatni, sőt nagyrészt éppen ezek a képekre épül az előadás, hiszen az utóbbi néhány évben nagyon sok várnál el tudtuk készíteni ezeket a rekonstrukciókat, ami az egész építéstörténetet végigkíséri. Már azt hiszik, hogy a magyarországi várakról szinte mindent tudunk, de mégis kirándulás kapcsán gyakran tapasztaljuk, hogy ismét vannak régészeti feltárások, várak restaurációjánál újabb, eddig ismeretlen zugok tárulnak fel. Ezek szerint a várkutatás rendszeresen megújul, újabb információk kerülnek elő? Pontosan így van, ahogy mondja, hiszen még az 1950-es, 60-as években indult egy nagy várkutatási hullám, amikor számos várat föltártak, tulajdonképpen ennek a sorába tartozott itt a dunaföldvári ásatásoknak a megindulása is. Azonban ezt később egy hanyatlás követte, évtizedekig nagyon komoly várásatások nem folytak, azonban az utóbbi 10-15 évben főleg műemléki helyreállításokhoz kapcsolódóan újra elővette a tudomány ezt a témát, számos várban új ásatások indultak, és hát nagyon sokszor megváltoztatta azt a képet, amit eddig tudtunk a várakra ezeknek az új kutatásoknak az eredménye. A dunaföldvári vára, jelképesen a mi várunk, a hódoltság idején nem volt a frontvonalban, tehát nem volt a jégvárrendszer része, mégis halljuk, hogy stratégiai jelentősége volt. Mi a kuriózum ennek a várnak, milyen szerepe volt itt a hódoltság időszakában?
Igazából éppen a hódoltság előtti korszakban volt a legérdekesebb szerepe ennek a várnak, hiszen ez nem egy hétköznapi vár, valójában ez egy bencés apátság volt, Dunaföldvár, és ezt az apátságot erődítették meg, alakították várrá. Ez már a középkorban is így volt, maga a hely, ahová épült ez a magas domb, és tulajdonképpen alkalmassá tette a védelemre, majd a reneszánsz korszakban, de még a török hódítás előtt épült föl az a püspök, az a apáti lakótorony, amely ma is épségben áll a várból. Ilyennel tulajdonképpen nem sokkal találkozunk, ráadásul főleg ilyen épségben nem sok maradt fenn. Hasonló toronynak a maradványai például Pécsváradon is vannak, de ott későbbiekben ezt visszabontották, ez azonban máig megvan. Lényegében ezt az erődített apátságot és lakótornyot építették, aztán tovább erősítették, aztán tovább a török korban is. De alapvetően a törököknek volt ez egy fontos állomás helyük. Ugye a török hódoltság igazából egy katonai terület volt, ahol át meg átjárták a háborúk, a hadjáratok, a különböző katonai csapatok, tehát még itt a török hódoltság belsejében is szükség volt védelemre és katonai erődítményekre, és hát gyakorlatilag minden épületet, amit meg lehetett erődíteni, megerődítettek, és hát itt természetesen egy már eleve is erődített dunaföldvári, apátság dunaföldvári vár a törököknek egy nagyon fontos erődítményévé vált. Hát a helybéliek szerint ugye jelentős szerepet játszott a kuruckorban is ez a vár, legalábbis a Vakbortyának a dunántúli hadjárata idején fontos stratégiai szerepet töltött be. Valóban ennek a 1705-ös hadjáratnak ilyen fontos szerepe volt, illetve a Dunaföldvár ilyen stratégiai pont volt ekkor? Igen, hiszen ugye egy fontos átkelőhely volt a Dunán, ugye a mai híd előzményeként tulajdonképpen már a kuruckorban is egy fontos hídfő erődként szerepel, és ugye a Dunántúlt a kurucok viszonylag nehezen tudták elfoglalni, inkább a bázisukat jelentő alföldi területekről, ezért fontos volt, hogy megszerezzenek olyan hídfőket, ahol az utánpótlást tudták biztosítani. Ugye ilyen volt Paks is, és ilyen volt Dunaföldvár is, azonban amíg Pakson gyakorlatilag egy új palánkot kellett építeniük, hiszen nem volt középkori vár azon a helyen, ahol az átkelőhely létesült, Dunaföldváron ezt a már meglévő várat tudták használni, ezért ez még fontosabb volt. Fontossá tette az is, hogy egyébként a közelben van ugye Simon tornya, ami a dunántúli kuruc hadseregeknek az egyik legfontosabb ellátó központja volt, raktárbázisa volt. Haditorna versenyen értek el sikereket a Magyar László Gimnázium tanulói. A Honvédelmi Minisztérium 2009-ben hirdette meg először az országos haditorna versenyt középiskolás diákok részére. Magyar László Gimnázium diákjai már az első versenyen részt vettek. Varó József tanárúrral, felkészítővel beszélgetünk. Hogy született ez az ötlet, hogy indultok ezen a verseny, illetve az utóbbi években milyen eredmények születtek? 2009-ben első alkalommal hallottam arról, hogy meghirdetik a versenyt, és akkor szívesen elvállaltam. Akkor a megyei helyezésünk a harmadik lett, és ezzel tovább jutottunk a területi döntőbe, ott pedig a területén tattán negyedikek lettünk. Milyen feladatokat kell végrehajtani a versenyek során? Eléggé komplex feladatokat, az elmélettől kezdve az ügyességi feladatokon át az erőnléti feladatokig, gondolok erre ilyenek, hogy honvédelmi totot kell kitölteniük, az elméleti kérdések, elsősegélynyújtást kell, szituációt kell megoldaniuk, akadálypályán kell futniuk, kézigránátot kell dobni, lövészet van, légpuska lövészet, ezen kívül tájékozódási futás, távbecslés és körülbelül ilyen feladatok. A továbbiakban hogy szerepeltek a gimnazista diákok? Utána 2014-ben kezdődött újra, ott másodikak lettünk abban az évben, ez sajnos nem volt tovább jutó hely, majd utána 2014-15-ös tanévben első helyezést értünk el, ez pont nem volt tovább jutós verseny, majd utána ismét megyei elsők lettünk, és ez már felmenő rendszerű verseny volt, ekkor kaptuk a hírt, hogy tovább jutottunk az országos versenyre, mert minden megyei győztes részt vehetett az április 21-i országos versenyen.
Hol volt a helyszín, illetve hogy végzett a földvári csapat? Ez a Magyar Honvédség Ludovika zászlójában volt. Ez Budapesten történt megrendezésre, és rendkívül szervezett versenyben vehettünk részt, és ott ugye a megyei győztesek vehettek részt, 19 megye és Pest megye, így a 20 fős csoportból tizedikek lettünk. Hát ez a tisztességes középmezőnyt jelenti. Igen, így van, bár hogyha nem tarkítják sérülések a versenyt, akkor még jobb helyezést is el tudtunk volna érni, sajnos többen is lesérültek, vagy sérülten versenyeztek. Említsük meg azért a sikeresen szereplő csapat tagjainak a nevét. Főként a 12-es évfolyamból, 12. A-osztályból Hegedűs András, Kovács Koppány, Szauter Tamás, valamint a 10. A-osztályból Orova Nándor vett részt a versenyen. Javarészt az aktív a helyi kézilabda csapat tagjai. Ez a versenykiírás maga évenként lezajló verseny egyfajta motivációs tényezőt is jelentett a középiskolás diákok, fiatalok számára, például a katonai vagy rendőri pályára való orientálás. Tapasztaltál ilyesmit, hogy valamelyik diákot éppen ez a verseny motivált arra, hogy ilyen pályára készüljön? Hát a korábbi években volt versenyzőnk, aki ilyen katonai pályán gondolkodott, most az idei versenyzők közül nem hajlandóak tovább tanulni ilyen honvédelmi pályán. De már volt rá példa, hogy volt egy csapattagunk, aki szeretett volna. Kacérkodott a gondolata, hogy ő majd a jövőben katonai pályára fog menni. Ez a országos 10. helyezés azt jelenti, hogy a döntőben valóban nagyon szép sikert értek el a földvári diákok. Valószínű jövőre is indultok, éppen ez fogja az alapokat jelenteni, hogy érdemes csinálni tovább. Igen, szeretnék indulni tovább, akár 2-3 csapattal is a megyei versenyen, és majd kiderül, hogy melyik csapat fog tovább jutni.